Szervusztok, kedves egybegyűltek! Nem kell elmondanom, hogy zárva vagyok, bassza meg, mert rájöttem valamire. Arra jöttem rá, hogy tavaly az összes fodrász szinte, aki létezett, bezárt, önkéntesen, tavaly nem kellett kötelezően bezárni, és nyárra eltűnt a vírus. Tehát most azért kellett bezárni, hogy szintén eltűnjön a vírus. Hát én azt állítom, hogy a fodrász üzletekben tenyészik a vírus, de ha ezt az analógiát követjük, akkor ha a fodrász üzlet bezár, a vírus eltűnik. Úgyhogy nagyon szívesen. Mondjuk érzek ebben némi igazságtalanságot, és te meg nem véletlen érzel ebben némi iróniát. És mivel ez az én YouTube csatornám, és itt azt mondok, amit akarok, ezért úgy döntöttem, hogy el is fogom mondani erről a véleményemet, ha esetleg még valaki nem tudná. Mert a hétvégén, az elmúlt hétvégén, amikor lehetett még dolgozni, akkor nagyon sokan voltak nálam. És egyébként marha érdekes, hogy tavaly, amikor ez az egész Covid elkezdődött, akkor mindenki mondta le inkább az időpontját, és nem akartak fodrászhoz jönni. Most meg, amikor azt mondták, hogy hétfőtől nem dolgozhatunk, akkor boldog-boldogtalan hívott azonnal telefonon, vagy írt, vagy volt, aki biztosra akart menni, és személyesen jött, hogy ugye még megcsinálom a haját, mielőtt be kell zárni, és közöttek még egy csomó idegen is jött, csak hát őket nem tudtam sajnos elvállalni, mert két heti munkát kellett ebbe a két napba belesűríteni, én hüvelygyulladásom is lett a végére, de ez ennél nagyobb bajom ne legyen, most éppen ki tudom pihenni. Szóval, na erről szeretnék egy kicsit beszélni, elmondani, hogy milyen élmények értek pro és kontra, és kezdjétek, hogy ez a felsőm tavaly, amikor volt ez a Covid elkezdődött, akkor szintén csináltam egy ilyen covidos videót nektek, illetve ami kikerült, az már egy másik volt, mert ebben a felső részben vettem fel szerintem hármat, de kettőt biztos, csak mindegyikbe elbögtem magam, és ezért ezeket nem tettem ki, töröltem, és végül egy olyat, ami meg ti bögtetek, mert utána egy csomó üzenetet kaptam, hogy azt itt nézem a videódat és sírok. Szóval most tök véletlenül ma, amikor bejöttem ide az üzletbe, hogy ezt a videót felvegyem, akkor ugyanez került a kezembe. Az a különbség a tavalyi év és az idei év között, hogy most már tiszta macska szörny, mert közben lett egy macskám. Na. Szóval ez úgy történt, hogy csütörtökön, amikor megérkezett a bejelentés, akkor mindenki pánikba esett, hogy nem lesz levágva, befestve a haja. Azonnal elkezdtetek hívogatni, meg írni nekem, és ilyenkor mit csinál a fodrász? Minden programját lemondja, ami egyébként lett volna, és azonnal reggel 7-től, ugye este 7-ig lehet dolgozni, este 7-ig teleírtam az összes létező napot, amíg még lehet, vasárnapot is, vendégekkel, hogy akinek tudom, és már be volt jelentkezve az elkövetkezendő két hétre, annak meg tudjam csinálni a haját. Na, ez így is lett, és akkor aki meg úgy volt vele, hogy annyira nem sürgős, mert mondjuk, ugye azt mondták, hogy 22-éig kell bezárva lenni, és mondjuk ő pont 19-ére volt, azt meg átírtuk az azt követő hétre, aztán majd meglátjuk. Én nem szeretném azt mondani, hogy én megmondtam, hogy nem két hét lesz. Ne legyen igazam, és legyen két hét. Tavaly is így indult, na mindegy. Szóval, a helyzet az, hogy azért sem szeretném, hogy több legyen, mint két hét, mert vettem nektek húsvétra csokit. Ez már azért hiányzik belőle egy csomó, mert elkezdtem megenni. És ez ilyen nyulas csokit, tök finom egyébként. A vendégeknek vettem nem csak ezt az egy zacskót, még van egy pár. Gondoltam, majd ide kirakom, aztán akkor eszegethettek belőle, amíg jöttök, de hogyha nem nyitok ki húsvétkor sem, mert nem lehet, akkor nekem kell megednem az összes csokit. Narancsbőrös leszek, az operatív törzset
okold. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ki lehet nyitni azért majd 23-án, mert elvileg most... Ja, kezdetek, olyan jól esett egyébként, egy csomóan írtatok, hogy oké, nem dolgozol, de mi van veled, és hogy halljuk, hogy legalább kaptok bértámogatást, fodrászok, meg minden. Hát erről azért... Tehát nem, nehogy azt így, sőt, kezdetek el, hogy az egyik fodrász csoportban volt is erről egy felmérés, hogy ki mit kap, szavazni lehetett, és egy, hát nem tudom mennyi idő alatt jöttek össze ezek a szavazatok, de aki nem kap támogatást, az 2462 és plusz 313 ember, aki a szavazott, ők nem kapnak semmilyen támogatást, bértámogatást, aki pedig kap, az 43. Ez egy ilyen országos szavazás volt. Nyilván nincs benne minden fodrász és minden vállalkozó a csoportban, biztos nem válaszolt mindenki, mert én is később láttam, és az én szavazatom sincs benne például, de hát kb. Ilyenek az arányok ám, tehát azért egy vállalkozónak nem jár bértámogatás. Ez olyan, mint hogyha te, hogyha dolgozol valahol, azt mondanák, hogy akkor most a következő 2 hétre nem kapsz fizetést, jó? Tehát csekkek ugyanúgy érkeznek, ugyanúgy tele kell tankolnod a kocsidat ezzel a megemelkedett benzinárral, ami talán szintén a vírus fékezése miatt van, az ingyen parkolással együtt egyébként, és ezzel a 7 órás bezárással is, illetve nem kapsz fizetést, éhes leszel, gyereked éhes lesz, ha kinőtte a cipőt, kell venned egy újat, meg minden, de akkor old meg valahogy. Aztán 2 hét múlva beszélünk, lehet, hogy megint 2 hét lesz. Meg megint. Ne legyen igazam, nem szeretném azt mondani később, hogy hát én megmondtam. Na mindegy, rendesek voltatok nagyon, és nagyon sokan meghívtatok, mivel hogy ráérek kávézni az otthonotokba. Léci rizstej legyen. A rizstejjel iszom a kávémat, cukrot nem kérek be. Mert pont elég ez a csoki, amit eszek helyettetek. Mekkora áldozat, nem? Tök rendes vagyok. Na, az a helyzet, hogy jobban állok egyébként, mint tavaly ilyenkor, mert tavaly ilyenkor éppen le akartam cserélni otthon az étkezőben a székeket, és pont megszabadultam a székektől, mert az IKEA-ba kinéztem, hogy milyen székeket szeretnék helyette rendelni. És mikor leadtam volna a rendelést, hát onnantól az IKEA összeomlott teljesen, és nem lehetett rendelést leadni. Erről az összeomlásról azt hallottátok, hogy tavaly az olaszoknál, amikor volt ez a vírus, és akkor volt egy olyan, hogy azt hiszem az önkormányzatnál lehetett náluk igényelni ilyen segélyt, a mindenkinek járt, aki igényelte, aki ugye hát otthon kényszerült maradni, és nem tud dolgozni, nem tudom hány száz eurót. És hát ugye nagyon sokan otthon kényszerültek maradni, és mindenki akarta igényelni azonnal az interneten keresztül ezt a segélyt, és összeomlott a szerver, a rendszer, a minden, tehát nem lehetett. És a Pornhub nevű pornó oldal, amit valahonnan ismerek, nem tudom, hogy kitől hallottam. Szóval a Pornhubra is ugye hirtelen nagy kereslet támadt, mert otthon voltak az emberek, és ő megszekálta az olasz, talán a kormányt, gondolom őket, vagy az önkormányzatokat, most nem tudom, hogy hát ők a szervereikből nagyon szívesen biztosítanának még hozzáférés, vagy tár, vagy mit tudom én, hogy működik ez, hogy nekik is megnőtt az igény, de ők még bírják ezt a tempót, úgyhogy ha gondolják, akkor se kisegítik az önkormányzatokat, hogy az olaszok tudják igényelni. Na, mindig gondoltam, legyen valami vicces dolog is ebben a videóban. Szóval tavaly kidobtam az étkező székeket, és nem tudtam rendelni az IKEA-tól, és ennek nagy előnye volt, hogy én és a családom bárhol, bármilyen körülmények között tudunk úgy enni, hogy nem morzsázunk állva, ülve, kanapén, kád szélén, mit tudom én, mindenhol. Idén meg le akarom cserélni itt a tükröket az üzletben,
És megint az IKEA-ban kinéztem, hogy milyen tükröt szeretnék ide tenni. Erre most megint alig lehet rendelni az IKEA-ból, vagy legalábbis amikor én próbáltam, akkor alig lehetett. Aztán lehet, hogy azóta már rendeződött a dolog, majd megnézem. De valahogy ez ilyen ritmikusan ismétlődik évről évre, mindig ugyanakkor. Úgyhogy jövőre szintén ilyen húsvét tájékán számítok egy bezárásra, lezárásra, ami a fodrászüzleteket illeti. Addigra én már be se fogok írni vendéget, hogy ne kelljen itt variálni, hogy átszervezni, meg mit tudom én, úgyhogy... Egyébként nem ez a két hét szabadság a baj, tehát félre ne értsétek, nem az a problémám, hogy otthon unatkozom, nem tudok két hétig mit csinálni, mert vannak ám hobbiaim, meg van családom, szóval ezért feltalálom magam. Hanem az a baj, hogy amikor egy fodrász vagy egy vállalkozó elmegy szabadságra, azt előre megtervezi, előtte valószínűleg többet dolgozik, ha ilyen kétkezi munkás, mint én, többet dolgozik, több pénzt keres, hogy azt a két hétben, amíg nem dolgozik, mert mi ugye úgy vagyunk, hogy amikor nem dolgozom, akkor nincs pénzem, amikor dolgozom, akkor van pénzem. És akkor azt a két hetet, ami alatt költségem ugyanúgy van, de bevételem nincs, azt is túl tudjam élni. És utána, amikor visszajön a fodrász a szabadságról, ami ha egy én általam tervezett szabadság, akkor annak van vége, és pontosan tudom, hogy mikor, akkor utána megint ugye többet dolgozik, hogy valahogy így kompenzálódjon az egész. Na most ezen a mostanival az a baj, hogy ugye csak így hirtelen így az lett, hogy na, akkor most elmész két hét szabadságra, fodrász, körmös, mit tudom én, mindenki, és nem tudtunk előre tervezni. Tudom, hogy egy járvány ilyen, hogy egy világjárvány még ilyenebb, tudom, hogy lassítani kell, meg kell állítani, tehát mindent tudok, nem vonom kétségbe a vírus jelenlétét, tudom, hogy emberek elkapják, megbetegednek belőle, tudom, hogy meg is halnak, én is ismerek olyat, aki sajnos belehalt, és Covid-ba. Tehát, hogy nem ezt vonom kétségbe, én egy fodrász vagyok, vidéken dolgozom, és azt mondom el ezen a csatornán, amit én látok és tapasztalok, és amit én érzek. És hogyha valaki ezzel nem ért egyet, akkor kommentben nyilvánosan megbeszélhetjük, vagy pedig csináljon egy YouTube csatornát, és mondja elő is. Szóval úgy érzem, hogy egy fodrászüzletben, ahol bejelentésre érkeznek a vendégek, ahol tudom szabályozni, hogy egyszerre hány ember legyen, ahol tudok fertőtleníteni, tudok szellőztetni, minden óvintézkedést meg tudok tenni. Például, ha valaki beteg, nem engedem be. Tehát én meg tudom tenni, jogomban áll, és a saját és családom egészsége megóvása érdekében, és a többi vendégem érdekében is. Ha valaki netán bejönne, és látom rajta, hogy beteg, elküldeném. De az én vendégeim tök normálisak, és nem jönnek betegen, de ha ilyen történne, akkor én megtehetném. Az Aldiban a biztonsági őr nem fogja a beteg, láthatóan beteg embert elküldeni, aki még leszaladt egy utolsó kifliért. Érted, mi a különbség? Az Aldiban nagyon sok mindent össze tudsz tapogatni. Kérdem én, amikor leméred a zöldséget, és nyomkodod azt a mérleget, azt kifertőtleníti, és hány vásárló után? A bevásárlókocsit, a bevásárlókosarat egyáltalán tiszta vízzel lemossa valaki? Valamikor? Valaha lemosták? Én tudom a kilincset fertőtleníteni. Ha cáfoljatok meg, hogyha van olyan üzlet, ahol ezt csinálják, én tavaly nem járok sokat az eurós boltba vásárolni, de ott én láttam tavaly. Idén meg nem voltam sokszor, tehát lehet, hogy idén is, ezt nem tudom, hogy fertőtlenítették a kasszánál néhány vásárló után, vagy mit tudom én, de pont előttem történt egyébként, hogy áttörölte az egész mindent, amihez ott hozzá tudsz nyúlni. Tök tetszett, tök korrekt volt, teljesen jó érzéssel pakoltam oda. Igaz, hogy tavalyi megyéként körülbelül 10 fertőzött volt, de mindegy, megtették.
tényleg jó érzés volt. Gondolom idén is megteszik, de én a multiknál ezt nem vettem észre. Viszont azt észrevettem, hogy akárhány ember bemehet, akármit összetapogathat, nincs létszámkorlát, nincs semmi, mindegy. Azt is észrevettem, hogy 7 órakor nekik ugyanúgy be kell zárni, holott szerintem sokkal logikusabb lenne tovább nyitva maradni, mert akkor ugye jobban eloszolna az az embertömeg, aki oda jár. Hát nem tudom. Tudom, hogy a multikban dolgozó emberek is családokat tartanak el, és ezért nem lehet mindenkit szabadságra küldeni és szélnek ereszteni. Én is családot tartok el. És egy kis vállalkozó vagyok, ahol az én üzletemben egyszerre egy, maximum 2 vendég tartózkodik, akik egészségesen jönnek, akik után tudok szünetet tartani, akik egyébként tavaly kimondottan ajánlották, nem tudom, ezt a hírt láttátok-e, vagy olvastátok-e, de tavaly volt egy ilyen, hogy kimondottan ajánlják az embereknek, hogy masszörhöz, fodrászhoz, kozmetikushoz menjenek, mert a lelki jólétük, meg pszichológushoz, a lelki jólétük érdekében ezek hozzátartoznak, tehát hogy könnyebben vészelik át a megpróbáltatásokat, ami a bezártsággal együtt jár. Hát nagyon remélem, hogy most csak 2 hétig nem kell fodrászhoz jönnöd, és utána innen folytatjuk. Úgyhogy képzeljétek, hogy az utolsó munkanapomon, ami ugye most a vasárnap volt, a dolog pikantériája, hogy itt, és most azért állok itt egyébként, hogy ezt meg tudjam mutatni, ugye itt vannak a festékek, itt van a hajmosó, itt keverem ki a színeket, amiket a hajadra kenek, és van itt nekem több ilyen puskám, amik ide vannak ragasztva, hogy ha ilyen lett a szőkítési alap, akkor ezt kell hozzá keverni, vagy belekeverni, ha ilyen-ilyen, hogyha kicsit melegebb szint akarok, akkor ez, ha hidegebbet, azt, mit tudom én. Ezek ilyen táblázatok, meg minden, például ez is, ami itt lekonyult, képzeljétek el, hogy ez ide fel volt ragasztva, és az utolsó embernek, mikor mostam a haját, akkor ez így innen így fogta magát, és így elengedte, és már csak ez az egy szellux tartja, de most ezt azért szorongatom a kezem, mert csak azért is visszaragasztom. Amennyire tudom. Még mindig van bennem egy ilyen ifjonti hév, egy ilyen rebellis én, hogy csak azért is dolgozni akarok, de tudjátok, milyen szar érzés az, amikor azt mondják, hogy nincs szükség a munkádra, hogy te most ne dolgozzál, mert nálad van az a gócpont, ahonnan meg lehet állítani ezt a világjárványt, holott mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát most már nem az van, mint régen a fodrász üzletekben, hogy ott ülnek 25-en, 25 búra alatt, és szerintem Pesten sem. De a törvényeket, akik hozzák, azok biztos, hogy Budapesten tájékozódnak, de miért nem lehet ezt eldönteni, kérdezem, a polgármestereknek? Hogy az én városomban ismerem a vállalkozókat, ismerem a helyzetet, ismerem a körülményeket. Mondjuk azt, hogy 20 négyzetméterenként 2 fő legyen a butikba, a mit tudom én, mindenhol, fodrászüzletben. És akkor oszta be így, és akkor mindenki dolgozhat. Tehát, hogy ezt miért nem lehet? Az összes körmös, ha megfigyeltétek, tavaly óta egy plexifal mögött ül. Hát mit tehetne még? Ő azért csináltatta a plexifalat a saját pénzéből, mert ő dolgozni szeretne. Tehát mi ebből élünk. Úgyhogy nagyon, nagyon szomorú vagyok, és nyilván dühös is, mert nem hiszem azt, de mondjuk, hogy a tavalyi példa alapján hiszem azt, hogy ha bezárnak a fodrászüzletek, akkor nyárra nem lesz vírus, jó. Akkor hiszem azt. De képzeljétek, az viszont tényleg
furcsálom, dühít, elgondolkodásra késztet, nem tudom, hogy ebben az üzletben, és minden más fodrászüzletben is, csak az lehet, aki ott dolgozik. Ha én bejövök és levágom a fiam haját tök ingyen itt benne az üzletben, azért engem megbüntetnek. A büntetési tétel 100 000-től 1 millió forintig van, illetve 1 év üzletbezárás. Hülye, aki ezt megkockáztatja egyébként. Azt nem tudom, hogy a vendéget is büntetik-e, vagy csak a fodrászt, de mindegy nekem, mert én nem szeretnék ebbe így belemenni. De azért röhely, nem? Hogy a saját családtagomnak a haját nem vághatom le itt, haza kell vinnem a cuccomat, hogy otthon vágjam le a családomnak a haját. Mert most végre ráérek, és ez a ráérés, ez a másik, hogy akinek tanulója van, most éppen ráér, ráérne sokkal jobban oktatni a tanulót, odafigyelni rá. Ugye baba fejeken lehet egy csomó minden gyakorolni, nem kell hozzá ember. Meg lehet ilyen levágott coffokat, tincseket festegetni, mint ahogy én is szoktam ezen hajszíneket kipróbálni, megtanítani, egy csomó mindent a színkörről elmagyarázni minden a tanulónak. Még a tanuló sem mehet be az üzletbe. Csak az, aki ott dolgozik. A tanulónak meg vizsgája lesz. Szóval minket meg, jó mondjuk, nálam nincs tanuló, tehát ez nem, de nem képeztek ki online oktatásra, nem is vagyunk pedagógusok. Nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogy például a lányom iskolájában általános harmadikba jár, nincsenek online órák tartva, hanem ugyanúgy, mint tavaly, fel van adva, hogy mit a munkafüzet hánytól hányig kell megcsinálni otthon, a szülő adja le a új leckét, meg mindent, tanítson meg a gyereknek, online óra nincsen, és akkor erre a tanár ír most egyik nap, hogy akkor jövő héten tartana egy fél órás órát 7 gyerekenként, tehát egy fél órában 7 gyereknek tart egy online órát, aminek a témája számonkérés, és akkor utána, hogyha van kérdés, akkor meg lehet beszélni. És én nem értem, én amikor régebben tartottam tanulókat, amikor foglalkoztattam tanulókat és tanítottam őket, mondom, nem vagyok pedagógus, lehet, hogy én csináltam rosszul, én először leadtam az anyagot, és utána számon kértem. Lehet, hogy ez mostanra annyira felfordult és felbojdult ez az egész világ, hogy jobb így, hogy előbb megkérdezem, mit nem tud, és akkor utána elmondom neki, vagy megkérdezem, hogy mi a problémája azzal, amit az előbb kérdeztem, és nem tudott. Nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy fél óra, 7 gyerek, hát, na mindegy, ez nem is a fodrászathoz tartozik, ez most csak úgy tényleg elmondtam, de a jó hírem az az, hogy most már össze tudunk futni, mármint, hogy veletek vendégeimmel, bárhol. Azt nem esküszöm, hogy mindenkit megismerek maszkban, és lehet, hogy te sem fogsz engem maszkban megismerni, de most már máshol is találkozhatunk. Illetve egy csomó mindent szeretnék csinálni itt bent is, mert babafejeken akarok hajat vágni, kell egy-két videót szeretnék felvenni, és tök jó, mert amikor a mestervizsgára készültem össze, akkor is ez volt, hogy ittben voltam egyedül az üzletben, olyan zenét hallgattam, amilyet csak akartam, meg podcasteket, azt is nagyon szeretem, nagyon jók vannak. Most jelenleg a Mit lépnél az egyik kedvencem egyébként. És nyitva volt az ajtó, és tök jó hangulatot teremtettem itt magamnak, és a saját hatásom alá kerültem. És volt olyan, hogy erre járt egy vendégem, hogy fú, már akart hívni, hogy a fufruját nem tudnám levágni, ha már úgyis itt vagyok. És akkor akkor letudtam. Hát most nem jöhet be a vendég, de az utcán levághatom igazából. Úgyhogy ha véletlen erre jártok, és szól a zene, és megnőtt a fufrutok, akkor kültéren azt hiszem lehet munkát végezni maszkban. Ja, ezt gyönyörű számot kell eltakarnom kint a maszkkal. Na mindegy, szóval kezdetek, volt egy új vendégem, hát nem csak egy, de
volt egy olyan új vendégem az ősszel, aki új frizurát szeretett volna. Mert sokszor az új vendég úgy jön, hogy jó, a haja igazából egy picit vágjak a végéből, aztán így oké. De ő úgy jött, hogy ő tök mást akar, te más szint, más formát, más mindent. És tök vicces volt, mert a maszk volt rajta, ugye, és hát figyeljetek, eltakarja az arcformát, de hát így nem lehet látni alatta, hogy mennyire keskeny az állad, mennyire, milyen, van-e, tehát hogy milyen alakú az arcod. Márpedig a frizurát ugye az arcformához szoktuk igazítani. Szóval azért így vannak ám érdekes dolgok itt a fodrászüzletben. Na, igazából azt hiszem, hogy nem szeretnék mást ehhez most én hozzátenni. Nagyon-nagyon remélem, hogy lesz értelme, célja ennek az üzletbezárásnak, hogy valóban legalább a fertőzöttek száma csökken, és minél hamarabb ki lehet nyitni. Én azt mondom, hogy mivel vettem egy illatosítót 2 hete, aminek szerintem tök szar illata van, és ilyen automatára van állítva, hogy fél óránként fújjon a levegőbe, és mivel nem voltam covidos, ezért érzem a szagát. Én ezt nem állítottam le, mert tudjátok, le tudod kapcsolni, hogy akkor ne fújja mondjuk éjszaka, vagy nem tudom, amikor nem vagy itthon. Én nem állítottam le, ez hat fújja itt nekem, és akkor remélem, hogy kifogy belőle, mire vissza tudok jönni dolgozni. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Ne arra gudjatok, hogyha nem volt túl szórakoztató. És nem is panaszkodni akartam igazából, csak na, hát a pszichológusom is meghallgatott volna, de 10 000 ér óránként most meg nincs pénzem, baszki, nem tudok elmenni hozzá, úgyhogy elmondtam nektek most. És szerintem, aki az autóban ül egymaga maszkban, az fingott. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!